Van egy nap, ami a tehetség felfedezés és gondozás jeles napja a Csapó Dániel Agrár Szakképző Központban. Így megy ez már 33 éve, viszik tovább nagy lelkesedéssel és kötelességtudattal a palánki Csapó Dániel Agrár Szakképző Központban a maiak eme hálás csapós örökséget. Mondhatni, óriási az érdeklődés évről évre, az addigi rekord mindig megdől. Ez a 16 különböző iskola, ez azt gondolom, hogy egy óriási eredmény. Egyébként soha ennyi iskola nem képviseltette magát, mint az idei a 2019-es emlékversenyen. Három kategóriában 500 pályaművet fogadott el, illetve be a zsűri, és a három legjobbat díjazták mindegyikben. A bőség zavarát több külön díjjal igyekeznek kompenzálni, mert mint azt a szekció zsűri elnökök elmondták, tényleg magas a színvonal. Az is elhangzott, hogy sok esetben főiskolán és egyetemen született dolgozatoknál is jobbakat találtak itt a csapóban. Fontosnak tartottuk a zsűri tagokkal azt szerint rangsorolni a pályamunkákat, hogy mennyi saját munkát tett bele egy-egy diák, illetve mennyi saját kísérletet végzett egy-egy pályamunkával kapcsolatosan. És elmondhatom, örömmel elmondhatom, hogy szinte valamennyi pályamunkában volt saját hozzáadott érték, illetve saját kísérlet. A rendező Csapó Dániel Agrárszakképző Központ két diákja vehetett át külön díjat a pénteki kora délutáni eredményhirdetésnél. Takács Gréta az antibiotikumok negatív hatása a sertéstenyészetre címmel rendkívül izgalmas és kényes témában értekezett. Sáfrány Péter pedig klasszikus mezőgazdasági témában a csávázó szerek használatát és a vetési időket vetette össze a búzánál saját család gazdaságukban tapasztaltak alapján.